Millás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség. Ez valahogy benne volt az én életforgatókönyvben, hogy tanítanom kell, és nem olyan régen jöttem arra rá, hogy azért, mert hogy közben én tanulok is. Tehát én legalább annyit kapok a tanítványaimtól, amit adok. Kérdésekből neki. Mi? Mindenből. De tehát abból, hogy hogyan működnek, hogy gondolkodnak, milyen a mentalitásuk. Tehát az, hogy benne van egy rutin, meg én tudok egy csomó mindent, ők viszont jönnek olyan ötletekkel, amiket én 25 éves koromban találtam, aki meg nem tudom mikor. És... hát mert most ők 25 évesek. Mert ők 25 évesek, vagy 22, vagy akármennyi. Tehát egy ilyen nagyon érdekes szimbiózisban vagyunk tanár és tanítvány, mert hogy mind a ketten valamit tudunk adni és megkapni is a másiktól. És amikor erre rájöttem, akkor mondtam, ezért kell nekem tanítani, hogy tanulhassak. Egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés. Hát előzőleg vége volt a Familiának, tudod, és akkor éppen 7 helyen játszottam. Zibn, de pince, padlás, mindenhol. Ahova hívtak, boldogan mentem, és elvállaltam. És akkor volt ez a betegség a lábammal, és semmi különös, nem mondta senki, hogy ne járjak. Csak sokat kellett pihentetni, de pont az volt a legrosszabb, mert ez a hajlatban volt, hogy így nem lehet, mert így feltettem, és így megdagadt. Na, azokat is szeretem, akik mondjuk, hogy így mondtam, hogy megdagad a lábam, hát akkor tessék vízhajtót. Na, jó, erre beveszek egy vízhajtót, erre meg vízfogót, mert ezt szoktam mondani, ilyen volt, ilyen lett. De hát ez nem, mindenre ki lehet találni valami olyat, hogy ne legyen az ember rossz kedvű. És a háziasszony, Paor Lilla. Lillás reggeli. Szombat és vasárnap délelőtt 10 órától a 6-os csatorna műsorán.